Több új pályázat is megnyílik hamarosan a mezőgazdaság szereplői számára. A gazdák mások mellett gyümölcsültetvények telepítésére, állattartó telepek korszerűsítésére és lovas létesítmények fejlesztésére igényelhetnek támogatást. A megyében közben újabb gazdakör alakult, amely elsősorban az érdekérvényesítésben nyújthat segítséget Gáva Vencsellő és térsége gazdálkodóinak. Kedves gazdatársak, kedves vendégeink! Örülök, hogy ilyen nagy számba megjelentünk. Több mint 50 helyi és környező településeken élő gazda gyűlt össze múlt hét szerdán este a Gáva Vencsellő iskola aulájában. Találkozójuk apropója a térségi gazdakör megalakulása volt. Ebben a térségben itt Rakamazon volt itt legközelebb gazdakör, és ez a távolság is, vagy nem egyforma gazdálkodási formák igényelték azt, hogy legyen egy olyan szervezet, és talán Gáva Vencsellőn, vagy itt ebben a térségben működik is egy nagyon jó példakép lehet a megyeiben is egy szövetkezési forma, és most úgy gondolták ezek az emberek, hogy alakítanak egy olyan gazdakört, ahol az érdekérvényesítésüket erősebben meg tudják fogalmazni. Én nagyon örülök neki megyei elnökként, hogy ez a gazdakör nem kopik, hanem inkább bővül, és nagy szükség is lesz rá az elkövetkezendő időszakban, hogy ahhoz, hogy valamit el tudjunk érni, látjuk, hogy magányos farkasként semmit nem lehet elérni, de a politika és a kormány szándéka az az lenne, hogy gyors információra, gyors reagálást látsuk itt a liba tenyésztéssel, vagy bármire a kormány rögtön szalad, miniszter úr megszakította az amerikai tárgyalását, hogy a megoldás keresés legyen, és ahhoz olyan igényeket kell felmutatni, hogy az a probléma nem csak egy embert érint, hanem egy térséget, és úgy gondolom, hogy hogyha a megyében minél több és minél nagyobb lesz a gazda összefogás, akkor nem lesznek ezek a gyümölcstermesztésben minden évben előforduló problémák, amivel küzdünk minden betakarítás előtt. Érdekérvényesítést említette elnök úr. Milyen területeken van most a legnagyobb szükség az érdekek érvényesítésére a gazdák körében? És akár most itt már akkor bele is vetjük a kárenyhítést, amiről az előadása fog szólni. A kárenyhítés is egy olyan dolog, amin talán igényli az érdekérvényesítést. Igen, most odaérkeztünk a kárenyhítésre, hogy az elszámolások a szigorításokkal, azzal a szándékkal indult el egy szigorú beszámolás, hogy azokat az utasokat, akik potyautasai ennek a rendszernek, ne férjenek hozzá olyan forrásokhoz, ami nem illeti meg őket, és ez egy, úgy tűnik, hogy egy kicsit olyan szigorúra sikeredett, hogy azok se férnek hozzá a forrásokhoz, akiknek ez jogos lenne, ezt jeleztük a kormányzat felé, lesz is megoldás, államtitkár úr is már meg fogja biztos erősíteni, és nekünk ma elnöksége volt, ott is elhangzott, hogy születik megoldásra. Én úgy gondolom, hogy ez is azt jelzi, hogy ha több felől mozgassuk a szálakat, akkor egy gyors reagálás jön a kormányzattól. Még egy hete körül jelentették ezt a gazdálkodók, és vittük a hét alelnök úr felé, miniszter úr felé, és mondhatnánk, hogy egy hét alatt ez a probléma. Sokan még meg se kapták a határozatot, már úgy fognak itt határozatot kapni, hogy egy eredményes igényt nyújtottak be, és az elszámolása pozitív lett. Maga a kárenyhítésekre való pályázás módja, rendszere változik egyébként a következő kárenyhítésében, vagy ezen a téren nem kell nehézségekre, újdonságokra számítani? Én úgy gondolom, hogy nem pályázatot kell, hanem üzletalapú biztosítást kötni. Szóval az addig, míg eljutunk addig a kárenyhítésig, addig nem. Viszont az elszámolásoknál egy fokozottabb ellenőrzés kellene, és ebben a fokozatot ellenőrzésben, hogy minden kifizetett forint legyen ellenőrizve, ahhoz talán még a gazdatársak is társulhatnának, itt a település agrárgazdasági bizottságokra gondolok, akit már egyszer elfogadott az a közösség, mert ő választotta, lehet, hogy annak nagyobb szava lenne, mert ez így adminisztrációval nehéz azokat kiszűrni, akik ennek a rendszernek csak haszonélvezői, és elviszik a forrást, mert egy zárt keret van ugye a gazdálkodók, amit befizetnek, a kormány annyit tesz mellé, és a felosztható összeg az egy meghatározott összeg, és ha
olyanok is bekerülnek, akiket nem illet meg, akkor lehet, hogy egy olyan termelőtő viszi el a forrást, aki meg erre rá is lenne utalva, illetve érte is abban a bizonyos időszakban olyan mennyiségű kár, hogy hiányozhat az elszámolásoknál. A Gába Vencsellői a megye egyik legnagyobb gazdaköre lesz, melynek vezetőit meg is választották az alakuló közgyűlésen. Ki az, aki egyetért azzal, hogy Irko Pérát 5 éves időtartalma választott meg elnöknek? Köszönöm, előszavazott tartózkodás nem volt. Elmondtuk, szépen gratulálok! Az elnök Ilku Béla helyi gazda lett, munkáját 5 elnökségi tag segíti. A kihívások viszont nőttek, és mindig tudtuk, hogy mit kell tenni. A közgyűlésen résztvevők előadásokat is hallhattak. A Magos elnöke a közös agrárpolitikával kapcsolatban arról beszélt, hogy október-november környékén lehet meg annak végleges stratégiája, amelyhez aztán igazodhatnak az Európai Uniós tagállamok, így Magyarország is. Megváltozik az eddigi rendszer. Most már a gazdaság teljes alapterülete számít majd a támogatás alapjául, azonban alacsonyabb lesz valamennyivel az összeg, az alaptámogatás összege, és ehhez jön majd, lehet vállalni különböző feltételek teljesítését, ami a környezetvédelem irányába hat. Ebből ezáltal egyen 15-20 ezer forint per hektáros összeget el lehet érni. Ami még a legfontosabb, hogy megszűnik a kisgazdaságok támogatása, hanem a javaslatunk szerint az első 10 hektárig 20 ezer forint per hektáronként, ez mindenki számára, a 10 hektártól 300 hektárig 10 ezer forint hektáronként, és 300 hektár fölött viszont már területre alaptámogatás kifizetése nem történik. Ez a tervezet, hogy ebből majd mi valósul meg, azt meglátjuk majd az Európai Unióval történő egyeztetés során. Azonban egy dolgot szeretnék kiemelni, hogy Magyarország felkészült arra, hogy bármilyen is lesz a megegyezés, a végső megállapodás, gyakorlatilag a kamarai rendszeren keresztül, a magos szaktanácsadói rendszeren keresztül, falugazdászhálózaton keresztül minden segítséget meg tudunk adni, hogy az utolsó számunkra jogszerűen járó eurócentet is igénybe legyünk. Említette már itt a környezetvédelmet is, azért ez most egy elég fontos terület uniós szinten is, viszont nincsen még egységes álláspont ezen a téren. Meddig kellene ennek megszületnie, hiszen azért addig a tervezés is elég nehéz, amíg a klíma és a környezetvédelem terén nincsen egy egységes uniós álláspont. Magyarország a stratégiai tervet benyújtotta határidőre, a múlt év december 30-ára. Gyakorlatilag 90 napja van a bizottságnak arra, hogy a tervet észrevételezze, hogy az egyeztetéseket megkezdje a tervről. Várhatóan fél évi alatt kellene befejezni, de itt az eljárás során olyan lehetőség is van, hogy megállítják az órát. Ezért mondtam, hogy a végső döntés az körülbelül olyan október-novemberre tehető. Azonban ez most lesz két év, tehát 23 és 25 között lesz egy két éves próbaidő, úgymond, amikor még a vállaláson lehet módosítani. De utána már, amit vállalunk nemzeti szinten, azt teljesíteni kell. Ha nem teljesítjük, akkor vissza kell fizetni a pénzt az Európai Uniónak. Egy területet emeljünk még ki, ez részben kapcsolódik azért az előbb említett klíma és környezetvédelem, ez a vízgazdálkodás. Ezt azért sokszor halljuk, sokszor megjelenik, ön is többször beszélt erről a témáról, ami ugyancsak szabályozásra szorul. Ezen a téren milyen fejlesztésekre adhat lehetőséget a közös agrárpolitika, és mennyire szükséges beavatkozni ezen a területen, hiszen ezért rendre azt halljuk, hogy egyre gyakoribbak az aszályos időszakok, és hogy mindenképpen megoldásra vár a vízgazdálkodás kérdése. Az Európai Unió a víz felhasználás tekintetében szigorít, a víztest állapotának megfelelően lehet csak öntözni felszín alatti vizekkel. Ugyanakkor erről nem csak beszélünk, hanem Szabolcs-Szatmár-Bereg megye megkapta az elmúlt év végén már azt a 2,8 milliárdos összeget, ami a kiviteli tervek készítésére a megye
öntözés fejlesztéséhez szükséges felszíni víz biztosítása érdekében a beruházások készítéséhez a kiviteli terveket most már valószínű, hogy egy éven belül be tudják fejezni, és akkor indulhat majd a kivitelezés. A stratégiai döntések megszülettek, a szakértőkkel történt egyeztetés lezajlott az elmúlt esztendőben. A múlt év erről szólt, ebben az évben pedig már a tervek, reméljük következő évben a kivitelezés zajlik. Az eseményen az elmúlt hónapok és a közeljövő pályázati lehetőségeiről is szó esett. Számos különböző pályázati felhívás került meghirdetésre az elmúlt időszakban. Szabolcs megye teljes egészben kivette részét a különböző pályázati felhívásokból. Több mint 8000 beruházás típusú pályázat érkezett be ebből a régióból. Ezért ennek a mértéke meghaladja a 222 milliárd fejlesztési igényt. Ez a különböző pályázati felhívások megoszlásából talán kitűnik a mezőgazdaság digitális átállása, a precízió elterjedését szolgáló támogatási igény, ahol meghaladta a 16 milliárd forintot a beérkezett gépekre, betakarító eszközökre, munkagépekre és ezen eszközöknek a különböző szolgáltatások igénybevételét tartalmazó forrás igénye. Mindemellett a megyéből a mezőgazdasági külterületi utak is azt gondolom, hogy kiemelt jelentőséggel bírnak, ahol településeket összekötő földutak tudnak megújulni, kiszélesítésre, szilárd útburkolattal történő ellátására, több mint 99 település nyújtott be eddig támogatási kérelmet. Az elkövetkezendő időkben várhatóan még további 4 különböző pályázati felhívás fog tudni megjelenni, ebből talán az első az a mezőgazdasági tevékenység diversifikációja lovas létesítményeknek a fejlesztését tartalmazza. Lesz 2 állatjóléti intézkedésünk, a kiskérődző, mely a lyukecske ágazatot érinti, illetve a mély állatjóléti, és szeretnénk ráfordulni a 23-as időszaknak a felkészülésében a bemutató üzemi konstrukció kidolgozására, ahol valóban a tudásátadás és a tudástranszfer lenne a fő fókuszterület ennek a támogatásnak. Ezekre várhatóan meddig pályázhatnak a gazdák, meddig nyitott felületek ezek? Hamarosan kezdődik, mert a benyújtási időszak a várhatóan március közepe végével fognak elkezdődni ezeknek a benyújtási időszakai. Mindamellett nagyon fontos kiemelni, hogy február végén, február 28-ával kezdődik a gyümölcsültetvény, gyógynövény termesztés támogatása, telepítésének a támogatása. Volt már a vidékfejlesztési programban ez a konstrukció újra megnyitásra kerül. És szintén február 28-ától ismét elérhetővé válik az állattartó telepek korszerűsítésének, fejlesztésének támogatása. A Gáva Vencselő és térsége gazdakör tagjaira egyébként a mezőgazdaságot érintő jogszabályok véleményezésében és a Magyarok kenyere programban is számítanak.